Gondolom érdekli, miért érettem ide. Remélem, hogy a könyvem kézirata miatt. Úgy van. 14. Lajos kora és élete. A probléma a 12. fejezettel van. Rengeteget dolgoztam rajta. Igazán? És biztos benne, hogy teljesen a sajátja? Ezt hogy érti? Nem másolta valahonnan? Na hát ezt kikérem magamnak. Tehát csak merő véletlen, hogy a 12. fejezet szövege szinte szóról szóra olvasható egy másik könyvben is. Úgy van, teljesen fatális egybeesés. Egy másik könyvben, amely nem is 14. Lajosról szól. Egy könyvben, melynek címe Csirke enciklopédia. Ja, és ez plágiumnak számít. Ha még csak le se gépelte. Egyszerűen beragasztotta a kéziratban. Ön azt állítja, hogy ez 14. Lajos bátyja. Ráadásul ezt írja. 14. Lajos bátyját Samunak hívták. Tudtom már. Költő akart lenni, de a csőre folyton beragadt az írógép billentyűjét. Emberek vagyunk! Jót röhögtem, Vasadi úr! Csak hogy engem nem Vasadinak hívnak! Micsoda? Az én valódi nevem! Viszai Károly! Úristen! Igen! A bátyád vagyok, akiről azt hitted, hogy odaveszett egy repülő szerencsétlenségbe. De te nem a bátyám vagy. Nem hiszel a saját szemednek, Simon. De igen. Csak hogy én nem Tiszai Simon vagyok. Talán csak megismerem az egyszem öcsémet. Ezúttal mellé fogtál, mert az én valódi nevem Szövő Tamás. Szövő Tamás! Erre ugye nem számítottál! Olyan gyilkosság miatt köröznek, amelyet nem én követtem el! De hát ott az igazság! 8 éve tettetem, hogy ennek a kiadónak az igazgatója vagyok. 8 éve élek hazugságban, a gumimasz mögé rejtve. Mint Szövő Tamás. Csak egy részeges lény csavargó voltam. De Tiszai Simonként sikeres igazgató lettem. És az a gyilkosság? Váltatlan vagyok. Jó, jó, az igaz, hogy a zsaruk füstölgő revolverrel a kezemben találtak rám a hulla mellett. Az is igaz, hogy volt okom, meg alkalmam, hogy elkövessem. Az is igaz, hogy nincs alibi. Sőt, még az is igaz, hogy emlékszem rá, ahogy elkövettem. De higgyel, akkor sem én voltam. De miért mondja el nekem mindezt? Mert maga is kettős életet él. Összefoghatnánk. Az lehetetlen. Miért? Mert én Barna György nyomozó vagyok. Úristen! Letartóztatom önt, Szövő Tamás. Nem tartóztathat le. Miért nem? Mert én... Erdei Erzsébet vagyok. Erzsébet, szerelmem, te itt? Hogy kerülsz ide? Csak így tudtam a közeledbe jutni. Nem válaszolsz a leveleimre. Nem veszed fel a telefont. Tudod, hogy a feleségem milyen gyanakvó? Ölej át! Bármit megteszek, érted? Drágám, csak egyet ígérj meg, hogy nem fogsz megváltozni. Megígérem.